Azt kívánom, hogy az idei is legyen sokkal jobb, mint a tavalyi, érezzük jól magunkat közösen, és mindenki találja meg azt a pontot, ahol ki tud kapcsolódni, és jól érzi magát, és aztán aki nem Szekszárdi, az hamarosan térjen vissza a városunkba. Ezennel a születőnapok rendezvény sorozatát Szekszárdon 2019-ben megnyitom. Ács Rezső Szekszárd polgármestere nyitotta meg az idei szekszárdi születi napokat. A városvezető, aki egyúttal a rendezvény házigazdája is, azt mondta, lassan kinövi a város a fesztivált, olyan nagy tömeg érkezik a 4 napos rendezvényre. Az elkövetkező években az a céljuk, hogy megőrizzék a születi napok védjegyévé vált minőséget. Több díjat is kapott, most a legutolsó ugye a Gyémánt Város Marketing díj volt, ezzel elismerték országosan is, hogy a születi napok Szekszárdon. Ez tulajdonképpen a régió a legnagyobb rendezvénye itt a Dél-Dunántúlon is, Magyarországon is a nagy rendezvények között van. Erre nagyon büszkék vagyunk, de sokat kell dolgozni azért, hogy ha ezt már megszereztük, akkor meg is tudjuk összetávon tartani. A születi napok megnyitóján Varga Judit igazságügyi miniszter, a rendezvény fővédnöke azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy az ország legegységesebb borvidékének összművészeti fesztiválján vehet részt, és méltatta a borkészítés mesterségét is. A trükkök és a fogások generációról generációra öröklődnek, mindegyik borban megjelenik valami különleges, amit csak az adott terület, jelen esetben Szekszárd és környéke, és az itt élők, a szekszárdiak, a Tolna megyeiek adhatnak hozzá. A rendezvény megnyitóján felcsendültek a szekszárdi Muslinca kórus rendhagyó bordalai, fellépett a Bartina Néptánc Együttes gyermekcsoportja, valamint Zsikó Zsuzsanna néptalénekes is. Szombaton az igen látványos, nagy tömegeket vonzó születi felvonulással folytatódott a program. Civilek, néptáncegyüttesek és oktatási intézmények mutatkoztak be a közönségnek, és miközben végigvonultak, táncoltak Szekszárd főutcáján, felelevenedtek a születtel kapcsolatos hagyományok is. A műsort és a népviseletet, illetve az intézmények kreatív formációit idén egy zsűri is értékelte és honorálta. És ösztönözzük ugye a felvonulókat arra, 3 kategóriára osztottuk őket, ugye bölcsöde, óvoda, általános iskola az első kategória, a második kategória a gimnázium, a harmadik kategória pedig a minden más, az egyéb a civil szervezetek, táncsoportok, kórusok, stb. Ugye 50-50-50 ezer forinttal szeretnénk ösztönözni őket arra, hogy ne laposodjon el ez a szerintem Európában is egyedülálló színvonalú felvonulás, hanem gyakorlatilag minél jobban az őszi hagyományokat, a születhez kapcsolódó hagyományokat vonják be a felvonulásba, és legyenek kreatívak. Ugye 50-50 ezer forinttal szeretnénk őket ösztönözni, és hát majd egy társadalmi zsűri fogja eldönteni, hogy kik a legkreatívabb felvonulók. Óvodai kategóriában a Szekszárdi Gyermeklánc óvoda előadása nyerte el a zsűri tetszését, a középiskolák közül a Csapó Dániel szakközépiskola, a civil szervezetek kórusok közül pedig a szekszárdi betyárok viseletét értékelte a zsűri idén. A 2019-ben több változtatást vehettek észre a születi napokra kilátogatók. Az egyik ilyen, hogy a sétáló utca elején nem lehetett felfedezni árusító helyeket, és a két koncert helyszínt is igen távol helyezték el egymástól, hogy a fesztiválozók könnyebben tudjanak mozogni. Ez a, hogy széthúzzuk egy kicsit, és átjárhatóbbá tegyük az a kezdeményezés, az sikerült, és jól működik. Én azt látom az eddigi születi napokon, most vagyunk körülbelül fél útnál, hogy a változtatások és azok a gondolatok, amiket mindenképpen azért szerettünk volna megvalósítani, hogy komfortosabbá tegye, élhetőbbé tegye a fesztivált. Én azt gondolom, hogy ez eddig 100%-ban megvalósult. Most részletesen nem szeretnék erre kitérni, hogy itt a szemétszállítástól elkezdve az árusok elhelyezése, a színpadi programok, a kulturális kínálat kialakítása. Én azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan működik a fesztivál. A szekszárdi születi napokra idén több mint 70 ezeren látogattak ki.